Márai Sándor, Mennyből az angyal, New York, 1956. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény lángol. Melegházakban terült asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizeg, ajándék, bölcs szó, fontolgat okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amit gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi paremtája, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Mert, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, az élet elevent ellett. A csodát
most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Nagyon Isten, jó estét! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Mennyből az angyal. Egyre kevesebben vagyunk, akik ott 1956-ban szabadságharcoltak. Elmentek a Pongrász testvérek, nemrégen meghalt Rán Sándor. Igen sokunkat halálra ítéltek, felakasztottak, agyonlőttek. Másokat agyonvertek, vagy halálra kínoztak. Még mások a sortüzek áldozatai lettek. Kevesen maradtunk. Kevesen, de még vagyunk. Mielőtt 1956-ról beszélnék, előtte hadd mondom azt, hogy mi nem a forradalom népe vagyunk, nem a forradalom nemzete, mi a szabadságharc népe és nemzete vagyunk. A forradalom és a szabadságharc között igen nagy különbség van. A forradalom fölforgat. Az Istentől való eredendő rendet forgatja föl, ahogy történt ez a franciáknál, és ahogy történt ez az oroszoknál is. A szabadságharc az az eredendő rendet állítja vissza. Azért haltak meg fölmenőink Veselényi seregébe, Tököliébe, Bocska Istvánéba, Rákóczi Ferencébe, a 48-49-es szabadságharcba. De az Isten adta eredeti rend, amely alapján hazánk legfőbb közjogi méltósága a Magyar Szent Korona, amely túlmutatva önmagán a közénk született Istent, Jézust idézi meg, és hozzá szervesen, szorosan kapcsolódik a magyar történeti alkotmány. Amikor ezt a szent alkotmányt, amely hasonlóképpen, mint a Szent Korona, angyal hozta, égből szállott alá, megsértették, akkor fölkeltünk. Akkor életünket kockáztatva, életünket áldozva tettünk azért, hogy az eredendő rend, aminek alapja a szeretet, amely biztonságunkat adja és szabadságunkat adja, újra helyreálljon. Nyilván megfigyelték azt, hogy a médiában egyre inkább arról beszélnek, hogy 1956-os forradalom. Nem volt forradalom. Szabadságharc volt. Ha mással nem lehet igazolni, azzal föltétlen igazolni kell, hogy amikor Mindszenty bíboros kiszabadult a börtönből, az első beszédével szólt arról, hogy vissza kell állítani a királyságot, amelyből egyértelműen következett mindannyiunk számára, akik hallottuk, hallgattuk őt, vissza kell állítani a Magyar Szent Korona hatalmát, vissza kell állítani a történeti alkotmányt. Ezen a napon, 1956-ban, az 5-ös Loránd Tudományegyetemen, mely a Pesti Barnabás utcában volt, megalakult a március 15-e kör. A volt kápolnában, hiszen piaristák gimnáziuma volt azelőtt, mielőtt az egyetem megszállta volna ezt az épületet. Összegyűltünk nagyon sokan, zsúfolásig tele volt a terem, és először fordult elő, hogy az asztalról leszették a vörös drapériát,
és a piros-fehér-zöld ősi szent színhármasunk került az asztalra. Ugyanakkor a Műegyetemen is összegyűltek a fiatalok. A Műegyetemen csak úgy, mint ahogy az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemen, amelynek hallgatója voltam, elhatároztuk azt, hogy másnap, október 23-án lengyel testvéreinkért egyetértés tüntetést tartunk, hiszen 1956 nyarán Poznánban a lengyelek felkelését, szabadságharcát szovjet páncélosok vérbe folytották. Akkor ott az Ötvös Loránd Tudomány Egyetem volt kápolnájában, megválasztottak engem a március 15. kör egyik vezetőjévé. Rajtam kívül egy tanársegéd és egy adjunktus lett a tagja ennek a szűkkörű vezetőségnek, Varga János adjunktus, illetve Pozsár István tanársegéd. Közfélkiáltással választottak meg, és nagyon boldog voltam. Akkor ott elhatároztuk, hogy másnap délelőtt, a március 15-et éren a Petőfi szobornál találkozunk, és onnan elindulunk énekelve, jelszavakat kiábálva, elindulunk a BEM térre, mert megbeszéltük a műegyetemistákkal, hogy ott fogunk találkozni. És onnan vonulunk majd a parlamenthez. Amikor reggel a Ménesi úti kollégiumból mentem a egyetemre, akkor már éreztem, hogy ez a nap, ez nem akármilyen nap, azt érezni lehet. Éreztem abból, hogy a villamoson osztogatták a műegyetemisták 16 pontját, és fiatal asszonyok kicsi kosárkából kokárdákat tűztek a mellünkre. Öröm volt az a reggel. Öröm. Az egész reggel öröm volt. Aztán, amikor az egyetemre értem, akkor hallottam, hogy az akkori belügyminiszter, Piros László, nem engedi a tüntetést. Előtte nap bejelentettük a tüntetést, megtiltotta, hogy tüntessünk. A tiltás ellenére oda mentünk a Petőfi szoborhoz. Sinkovics Imre, akit hallottak most éppen, ott a talpra magyart szavolt el. Aztán még néhány mondat elhangzott, nem kellett sok szó. A sok szó néha teljesen fölösleges, különösen most. Ebben a szó nagyon szemetes világban, ebben a sátáni világban, amikor a szónak hitele nincsen már, amikor a szónak súlya nincsen már, amikor a szó hazugság, hazugság, hazugság. Ami akkor történt, azt nem lehet az emberből eltüntetni. Az megmarad az emberbe élete végéig. Ugyanis az erkélyeken megjelentek az emberek. Ott voltak az öregek, a középkorúak, ott voltak a gyerekek, és gyertya volt a kezükben. A gyertyáról annyit tudnunk kell, hogy a mi ősi hitünkben Isten tűzzel teremtette a világot, a tűzből kipattanó szikrából, és a gyertyának a tüzébe, fényében a közén született Isten, Jézus jelenik meg. Ahogy ott az erkélyeken égtek a gyertyák, a szeretet hatalmasodott el rajtunk, a szeretet. A teremtő egyetlen élő Istennek egyetlen törvénye szeretet, ezzel formálta a világot, ezzel tartja meg a világot, nincs más törvény, csak ez. És megjelentek a nemzeti színű zászlók. Most azt mondanák nekem, hogy mi van ebben valami különös. Hát ebben az a különös, hogy nemzeti színű zászló csak ünnepeken kerülhetett a középületekre, és mellette rögtön ott kellett legyen a vörös zászló. Miután most is gyarmat vagyunk, csak úgy, mint akkor, mert gyarmat vagyunk. Utolsó gyarmat vagyunk.
Most a piros-fehér zöld zászló mellett ott kell lenni az Európai Unió zászlajának, vagyis a gyarmatosító zászlajának. Mert gyarmat vagyunk. Óriási volt. Egymásra karolva elindultunk a múzeum körúton, közben jelszavokat mondtunk. Aki magyar, velünk tart. Demokráciát. Nagy Imrét a kormányba. Aztán jöttek egyre többen, mert sokan voltak akkor ebben a hazában még magyarok. Magyarul beszélünk most is. Még viszonylag sokan vagyunk, de magyarok egyre kevesebben. Jöttek velünk, és ahogy mentünk a múzeum körúton, az erkélyeken megjelentek az emberek, az öregek, a középkorúak, a gyerekek, kari gyerek is, édesanyjának kezébe, és anélkül, hogy valaki intézkedett volna, valaki intézkedett, csak ott fönt. Mindenütt ott volt a gyertya az embereknek a kezébe. Amikor a nyugati pályaudvarnál elfordultunk, akkor az egyik ház erkélyéről Kodály Zoltán üdvözölt bennünket. Aztán mentünk tovább. Mielőtt a Margit hídon átmentünk volna, megálltunk közel az akkori belügyminiszterem épületéhez, ahol nem lobogott a piros-fehér-zöld zászló, mert mindenütt lobogott már, mindenütt, amelyre mentünk. És ott mondtuk, hogy tűzzék ki a zászlót. Talán 10 percet várakoztunk, aztán indultunk tovább, mert nem tűzték ki a piros-fehér-zöld zászlót. A bentéren már nagyon-nagyon sokan voltak. Nem csak a mi egyetemisták, mint ahogy a mi csapatunk se csupa egyetemista volt, nagyon sokan jöttek velünk, számlálhatatlan sokan. A bentéren született a Lukasz zászló. A bemszomor mögött akkor laktanya volt, és a kiskatonák ott voltak a erkélyen, illetve az ablakokban. A kiskatonák sorra szórták le a vörös csillagot a sapkájukból, mert akkor vörös csillag volt a sapkájukon, és ott volt a vörös zászló is, meg a piros-fehér-zöld zászló is, ott volt az erkélyen. A vörös zászlót, ezt meggyújtották, a piros-fehér-zöld zászlóból az egyik kiskatona a bicskájában kivágta a rákosista emblémát, mert az címernek nem volt mondható. Azt is meggyújtották. Veres Péter szólt hozzánk először, azzal kezdte, hogy elvtársak, aztán fütyültünk. Aztán azt mondta, hogy polgártársak, és biztatott bennünket, hogy ne álljunk meg félúton. De eszünk ágában nem volt félúton megállni. Aztán elindultunk a parlament elé. Amikor a Lánchídon mentünk át, akkor hangszórós autók csatlakoztak hozzánk. A Írószövetségnek a hangszórós autói voltak ezek, és a hangszóróból hallottuk azt a jelszót, ami eddig még nem hangzott el. Ruszkik haza. És kiabáltuk teletorokkal, hogy ruszkik haza. Azért mentünk a parlament elé, mert hallani szerettük volna Nagy Imrét, mert közben piros elvtárs visszavonta a felvonulás tiltását, aztán megint tiltotta, aztán megint visszavonta, és közben rádión értesültünk arról, hogy Nagy Imre ott van a parlamentben. Ott álltunk sokan, tele volt a Kossuth tér, főleg fiatalokkal, de nem csak fiatalok voltunk ott. Ránk sötétedett, és újságokból fáklyákat készítettük, jó szorosan összecsavartuk, hogy hamar ne égjen el az újság,
és megjelent Nagy Imre az erkélyen. Ő is azzal kezdte a beszédét, amivel kezdte a beszédét Veres Péter a MEM szobornál. Elvtársak, fütyültünk. Aztán később visszajött, és azt mondta, hogy polgártársak. Mondott néhány mondatot, de azok a mondatok, azok üresek voltak. A féle politikusi üresség volt bennük. Aztán vártuk, hogy hát még egyszer kijön, hát akkor mond majd valami lényegét, de hát ezt a politikustól ritkán kapja az ember. Közben Sinkovics Imre újra szavoltott, nem tudom hány óra lehetett, nagyon sokat átsorogtunk ott, amikor teherautók jelentek meg, a teherautókon nemzeti színű zászló és fiatalok, és azt kiabálták, hogy magyarok a rádióhoz, gyilkol az ÁVÓ. Akkor már nem ÁVÓ volt, hanem AVH, Államvédelmi Hatóság, ÁVÓ-nak az utódja. Elindultunk a rádió felé, nagyon sokan. Útközben hallottuk szembejövő emberektől azt, hogy az egyetemisták, a mi egyetemisták be akartak menni a rádió épületében a Bródi Sándor utca felől, de nem engedték be őket. A rádió előtt egy magyar páncélos állt, azt a páncélost azért rendelte oda a hadsereg, hogy védjék a rádiót. A rádió tele volt AVH-sokkal. Egyik egyetemista kislány a múzeum kert mögötti részen, akkor ott még nem volt épület, próbálta kerítésen átmászni. Budapesten ő volt az első halott. AVH-sok lelőtték őt. Egyre többen lettünk ott a téren. A kiskatonák, akiket azért rendeltek oda, hogy védjék az épületet, a kiskatonák osztogatták a puskákat. Vaktöltényük volt csak. Puskánk volt, de nem volt lőszer. Az AVH-sok meglőttek. Lőttek szakadatlanul a rádió ablakaiból. Egyre több lett a halott és a sebesült. Majd éjfél körül, amikor megjelentek a kétértőek, Székesfehérvárról érkeztek, szovjet kétértőek voltak ezek, végigdübörögtek a múzeum körúton, ők nem avatkoztak a rádiónál történt eseményben. Akkor megérkeztek a lámpagyárból a teherautók, hozták a lőszert. Éjfél körül kezdődött meg a rádiónak az ostroma. Akkor már a szabadságharcosok visszalőttek. Hajnal felé elfoglalták a rádiót, és azokat az AVH-sokat, akik orvul, fegyvertelen emberekre lőttek, azokat az AVH-sokat elfogták és levitték a pincébe. Egyiket se bántották. Levitték őket a pincébe, azzal a szándékkal, hogyha győz a szabadságharc, akkor majd bíróság előtt kell nekik felelni azért, amit tettek. Én akkor újságíró szakra jártam. Újságíró szakra jártam azért, mert verseket írtam, meg novellákat írtam, és a két háború között, sőt, hát az első háború előtt is a magyar sajtó az világhírű volt, mert a magyar írók és a költők nem csak verseket és novellákat közöltettek a napilapokba, hanem jó néhány tálcát is ők írták. Úgy gondoltam, hogy ha újságíró szakra megyek, akkor biztos, hogy jeles költő lesz belőle. Aztán később megbántam. Én visszamentem az egyetemre,
az a szándékkal, hogy megírom a történteket, hogy másnap reggel a lapunkban, egyetemi ifjúság volt ennek a lapnak a címe, a lapunkban az közhírré tegyem. Éjszaka nyomtatták volna ki az egyetemi, illetve az Athénium nyomdába. Miközben írtam a cikket, majdnem teljesen készen voltam vele, társaim jöttek lélekszakadva, hogy a szovjetek ott vannak a Váci utcában, és minden házba bemennek, raziáznak. A férfi embereket, a fiatal férfi embereket elhurcolják. Nekem kamaszkoromban volt erről emlékem, hiszen az én édesapámat is elhurcolták annak idején Málenki robotra. Nagyon megijedtem. Annyira megijedtem, hogy megettem a cikket, amit írtam. Aztán ott álltam társaim előtt, az ablaknál, amikor láttam a szovjet páncélosokat, korszerű páncélosok voltak ezek, ott döbörögtek. A szovjetek féltek, nem mertek a páncélosból kiszállni. Vaklárma volt az, hogy raziáznak a házakba. Akkor ott az ablakban állva én, egyetemista fiatal, néma fogadalmat tettem, hogy amíg élek, addig egész életemet a szabadságharcnak rendelem. Jó Isten megadta, már úgy jó túl a 80-on is, hogy valóban egész életem a szabadságharcnak van rendelve. Mert ennek a harcnak, ennek folyni kell mindaddig, amíg a legfőbb közjogi méltóság újra nem a Szent Korona lesz, amíg a magyar történeti alkotmány nem áll helyre, hiszen a szabadságnak ők az állogai. Nélkülük nincs szabadság, nélkülük csak rabság van. Különböző színű rabság, de rabság. Sötét, folytogató, ragacsos, bűzös rabság. Úgy éreztem, nem csak én, a társaim is, hogy azok a páncélosok ott lent dübörögnek, hanem bennünk. Akkor ott az ablakba állva értettem meg, hogy mi az elnyomás. Akkor ott értettem meg, hogy mi a zsarnokság. Nem is annyira megértettem, mert hiszen megérteni könnyű. És tapasztalásom volt benne, mint megéreztem. Megérezni sokkal több, mint megérteni. Akkor már a Dunaparton fegyveresek jelentek meg, szabadságharcosok. Azon a napon már a kormány közben ott voltak pongrácék. Akkor már a Szénatéren, azon a napon szerveződött Szabó bácsinak a csapata. Akkor már a Tűzoltó utcába szerveződött Angyal Istvánnak a csapata, Soroksáron és a többi helyen is. 23-ára, 24-ére virradó éjszaka a mi háromtagú vezetőségünk, amely 22-én este alakult meg, találkozott a műegyetemistákkal Budán. Megalakítottuk az Egyetemi Forradalmi Diákbizottságot, amelynek vezetőségi tagja lettem. Egyetemi Forradalmi Diákbizottság a szabadságharc végéig helytállt. 1956.
október 25-e, hazánknak egyik legsötétebb napja. Talán Mohácsot lenne, vagy lehetne oda sorolni ez a naphoz. Talán még Mohácsot sem. Hiszen Mohácson csata volt. Két sereg ütközött meg egymással. A mieink a törökökkel. A véres csütörtökön 1956. október 25-én nem csata volt, mészárlás. Akkor reggel korán elindultunk két társammal az egyetemről, hogy a lányoknak a Rákóczi úti diákszállóba kenyeret vigyünk, mert nem mertek kimozdulni. Akkor reggel a rádió közvetítette a Nagy Imre kormány, a kormány már Nagy Imre kormány közleményét. Ebben a közleményben a következő állt. Az ellenforradalom márok, jó hallják, Nagy Imre kormány. Az ellenforradalom márok felszámolása folyamatban van. Jó hallják, szovjet testvéreinkkel együtt sikerült elszigetelni őket, és órák kérdése, hogy teljesen felszámoljuk az ellenállásnak a gócait. Ugyanebben a közleményben az is benne volt, hogy az emberek menjenek dolgozni, foglalják el a munkahelyüket, tanárok is, tanítók is, óvónénik is, óvodások, diákok menjenek az iskolába, üzletek nyissanak ki, és az emberek menjenek a munkahelyükre. Ugyanebben a közleményben az is benne volt, hogy ha 10 főnél több csoportosul valahol, akkor a szovjet testvéreink lőnek. Mi hárman, akik egy zsák kenyérrel elindultuk, hogy megsegítsük a lányokat, amikor az Astoria közelébe értünk, akkor azt láttuk, hogy 3 vagy 4 ember egy ötödiket próbál elvonszolni a sinekről, a villamos sinekről. Ezt nem láttuk, hogy halott-e vagy sebesült. Oda mentünk, hogy segítsünk. Amikor odaértünk, hajoltunk volna le mi is, akkor ösztözet kaptunk. A múzeum mellől gépfegyverrel lőtt a szovjet páncélos, az Uránia mozi mellől csak úgy, az Astoriától csak úgy, és az Adi mozi mellől is. Pokoli volt. Közel voltak ezek a páncélosok. A golyó és a hang szinte egyszerre érkezett. És akkor engem ott valaki a földre rántott. Nem bajtársam rántott a földre. Aki földre rántott, az az őrangyal volt. Tudom, hogy ebben az istentelen világban az őrangyalról beszélni sokak számára badarság. Pedig ha őrangyal nem lenne mellettünk, nagyon sokan már nem élnénk, nem léteznénk. Fölmenőink azt tartották, hogy amikor a csecsemő gyerek néhány napos csupán éjszaka álmában mosolyog, akkor az őrangyalával társalok, akkor érzi, hogy a Jóisten mellé rendelt valakit. Zala megyében a velemkor öregek Göcsejbe is hetésen jobb oldalt helyet hagynak az uton, mert az az őrangyalnak a helye. Igen, akkor ott valaki engem leránt. A pillanat ezer része alatt képtelen az ember dönteni.
Képtelen. Teljes képtelenség. Akkor ott az embert valaki lerántja, nem csak engem. Aztán bekúsztunk a Rákóczi diákszállóba, lány diákszállóba, és amikor elhallgattak a fegyverek, akkor kimerészkedtünk az utcára. Amit ott láttam, az a borzalmak borzalma. Terita volt az utca halottakkal. Egyetlen egy fegyveres nem volt köztük. Hiszen az emberek törekedtek a munkájukra, törekedtek a gyerekek az iskolába, óvodába, szülő vagy öreg szülő kíséretével. Asszonyok törekedtek bevásárolni, mert hiszen kiintottak az üzletek. Egy öreg embernek a kezéből alig tudtuk az unokája kezét kibontani. A halál összecsontosította őket. Ott közel, a diákotthonhoz, akkor volt egy telefonfülke. A telefonfülkébe két fiatal menekült be, az Uránia moze elől sortüzet adó szovjet páncélos derékba fűrészelte őket a sortüze. Hátra felé kibuktak a telefonfülkéből, és ömlött a szájukból a vér. Akkor ott már némelyik halott le volt takarva nemzeti színű zászlóval, némelyik halott mellett ott már égett a gyertya, és imádkoztak. Akkor még a budapestiek is tudtak imádkozni. Nem tudom, hogy mi történt velünk, velem, hármunkkal. Mert egyáltalán nem tartom magamat bátornak. De akkor elindultunk mi hárman a szovjet páncélos felé, amelyik ott állt a Astoria előtt. Arra fölkapaszkodtunk, és elkezdtünk ott dübörögni, Kisváltatva, sápat, szovjet katona arca jelent meg, egy, aztán kettő, aztán három ukránok voltak. És mutattuk nekik. És mondtuk, hogy mit tettek. Sírtak. Jól hallják, amit mondok. Bár ezt tagadják, a mai napig tagadják. Ezek az ukrán katonák, akik jóval a szabadságharc kezdete előtt Szovjetunióból érkeztek, ezek azt hitték, hogy Suezbe vannak. Akkor volt a szuezi konfliktus. Az angol szászok a szuezi csatornát akarták megszerezni, meg is szerezték. A szovjetek pedig igyekeztek meggátolni, vagy igyekeztek volna meggátolni az angol szászok ezen törekvését. Ezért indultak hadihajókkal és páncélosokkal Suez felé. De közben megegyeztek, mert kitört a magyar szabadságharc. A nyugati nagyhatalom megegyezett a keleti nagyhatalommal, hiszen oroszosan szólva Secku Jedna. Mind a kettő ugyanúgy sátáni. Mondom, mind a kettő ugyanúgy sátáni, nem csak volt, van. A bőrünkre megállapodtak. Megállapodtak abban, hogy a szovjetek hagyják az angol szászokat garázzákolni a szövetségi csatornánál,
ők pedig szabadon elmánhatnak velünk, a szovjetek. Ugyan Gallicus a szabad Európába naponta rikoltotta, szó szerint idióta módon rikoltozott. Folyik a vér a Pesti utcán, folyik a vér a Pesti utcán, folyik a vér a Pesti utcán, tartsatok ki, jönnek az ENSZ csapatok, tartsatok ki. Aki a nyugati politikusoknak egyetlen egy szavát elhiszi, az nagyon botor ember. Nagyon botor ember. Nem sokára előkerült ott egy zászló, azt kitűztük a páncélosra, magyar zászló. Nem sokára előkerült egy címer, a Kossuth címer, amit Molnár Tibor színész felesége, aki grafikus volt, tervezett, és csütörtökre víradóan az Athénaeum nyomdába ki is nyomták azt. Ráragasztottuk a páncélosra. És elindultunk a parlament felé. Egyre többen másztak föl a páncélosra, tele volt a páncélos teteje. Valaki bennem tovább élt című könyvben, ez a kép jelen való, és egyre többen követtek bennünket. Amikor a nyugati pályadhoz értünk, akkor ott találkoztunk még két szovjet páncélossal, akik a Műegyetemtől indultak el. Ezeken a páncélosokon is magyar zászló volt, ezeken a páncélosokon is fiatalok voltak. Nem beszéltük meg, hogy ott találkozunk. És itt kell elmondanom azt, hogy a Veselényi Szabadságharcnak, a Tökölinek, a Bocskainak, a Rákóczinak, 48-49-es Szabadságharcnak volt vezetője. Az 56-os szabadságharcnak nem volt vezetője. Nagy Imre nem volt a vezetője. Nagy Imre hadügyminisztere, Maréter Pál, 1956. október 29-én még lövette a korvintéri szabadságharcosokat. Mondom, október 29-én még lövette a korvintéri szabadságharcosokat. Jelenczky István filmjében ezt megtalálhatják. Az egyetlen hiteles dokumentum 56-ról. Az a címe ennek a háromrészes filmnek, illetve ötrészes filmnek, hogy Népek Krisztusa Magyarország. Nagy Imre az hátrált. Nagy Imrét a szabadságharc szorította a saját álláspontjáról egy másik álláspontra. Nagy Imre valóban november 1-én már teljes egészében ott volt a szabadságharc mellett. Nagy Imre akkor nagyot változott, de addig ő nem volt vezetője a szabadságharcnak, és utána se volt vezetője a szabadságharcnak. A szabadságharcnak nem volt vezetője, egyik Pongrác se, nem volt vezetője Angyal István vagy Szabó bácsi. A szabadságharcnak a vezetője, akármilyen furcsa hangzik, a jó Isten volt. Igen. Ő volt. Ő hangolta egybe a cselekvéseket.
Ő tett arról, hogy akkor ott mi találkozzunk a nyugatinál, a mi egyetemista testvéreinkkel. És együtt mentünk a parlament elé. A három szovjet páncélos, az háttal a parlamentnek velünk szembe megállt. Amikor a műegyetem küldöttsége, két diák, és a műegyetem egyik tanára elkezdett fölfele lépegetni a parlament lépcsőjén, hogy petíciót adjon át a Nagy Imre kormánynak, amelybe tiltakozunk a mészárlás ellen, akkor sörtüzet kaptunk. A Földművelési Minisztériumból, a Munkásmozgalmi Intézetből, ma a Néprajzi Múzeum, és az Akadémia utcai székház, pártszékház tetejéről. Az akadémiai pártszékházban ott volt Szerov, a szovjet elhárítás véres kezű főnök. Ő irányított. A szolgák csak végrehajtották a parancsát. A mai napig a naponta változó, módosuló hazugságáradatban azt állítják a hivatalosok. Nem lehet tudni, hogy akkor kilőtt. Lehet tudni, hogy akkor kilőtt. AVH-sok lőttek. AVH-sok lőttek. Azok a szovjet páncélosok, amelyek átálltak hozzánk, azok a szovjet páncélosok viszonozták a tüzet. Ha ők nem viszonozzák a tüzet, akkor ott nem tudom hányan maradunk még. Hova? A hivatalosok azt mondják, hogy ott ebben a sortűzben közel 80 ember vesztette az életét. Nem 80 ember vesztette az életét. Ott voltam. Hiszen órákon keresztül raktok fel a halottakat a teherautókra. És tettük a sebesülteket a mentőkocsit. Hazudnak. A politikusok már úgy megszúgták a hazudozást, mindegyik kivétel nincsen. Hogy csodálkoznának. Egyszer véletlenül igazat mondanának. Ők csodálkoznának a legjobban, mert hazudnak. Számomra nagyon gusztustalan. Hány ingert kelt, hogy a koncér marakodó, a hatalomér marakodó különböző pártok 56-ra hivatkoznak. Mi jogon? Mi jogon? Mi jogon? Kik ők? Mit képviseltek? Hova juttatták a nemzetet? Mindegyik saját hatalmi célja érdekében. Ferdít így, vagy úgy, vagy amúgy. Hány inger kelt? Közük nincs hozzá. Öte, hogy szent volt.
mocskos érdekből senki ne szóljon róla. '56-ban a Tüzér utcában Angyal István harcolt. Angyal István zsidó volt és kommunista. Amikor elfogták és halálra ítélték, ki is végezték, akkor is azt mondta, hogy ő kommunista. A szabadságharcosok között voltak olyanok, akik az akkor már megalakult kisgazdapártot tartották nagyon fontosnak, vagy éppen a szabadságpártot, vagy Szirmainak az ifjúságpártját, vagy a szociáldemokrata pártot tartották fontosnak, voltak olyan. De nem párthatalomért harcolt a magyar. Angyal István sem. Egyik sem. Nem húsos fazékér. A nemzet szabadságai. És csak az a nemzet szabad, akinek a legfőbb közül méltósága a közén született Isten Jézus. Mert ahogy említettem, a magyar szent korona túlmutatva önmagán a közén született Istent, Jézust idézi meg. Amely népnek a legfőbb közül méltósága ember, az rabnép. Az volt az ókorban is, amúgykor erről beszéltem, az most is, és az marad. Szabaddá csak Isten tud tenni bennünk. Csak ő, aki teremtett. A közén szület. Az érettünk született. A véres csütörtök után elszabadult a pokol. Elszabadult a pokol, mert alig volt ember, asszony, gyerek, akinek a hozzátartozója, valamelyik közeli, távoli rokona ne halt volna meg az utcán, vagy ott a parlament előtt. És az utcán láttak egy ABH-st, lett légyen az közkatona, meglincselték. Egy tucatnyit fölakasztottak, mocsok módon meggyaláztak. Mocsok módon. De a szabadságharcosok ilyet nem tettek. Egyik sem. A sortüze véres csütörtökön az utcán ártatlanul meghalt sok felnőtt, öreg, gyerek. A parlament előtt ártatlanul meghalt sok ember. Igen, sok honfitársunkat megzavart. Mert csak a zavarodott ember tud lincselni. Csak a zavarodott emberbe támad föl a gyűlölet. A
a gyűlölet, amely a sátántól volt. A gyűlölet, ami lebont. A gyűlölet, ami elpusztít. Nem csak azt pusztítja el, akire irányul, hanem azt is, aki gyűlöl. Társaimmal együtt kiföstöltünk valamikor október 28-án vagy 29-én egy szovjet páncélautót. Gyűlölet nem volt bennünk, de indulott annál több. Akkor már a Egyetemi Forradalom Diákbizottságnak volt fegyveres csapat. Egyik társam géppisztollyal lőtt, másik kézigránátot dobott. Nekem pisztolyom volt, én pisztollyal lőttem. Nem tudom, hogy öltem-e. De bennem volt a gyilkoló szándék. Amikor lementünk a páncélautóhoz, velünkkorú fiatalok voltak ott halva. Kettőnek teljesen szétroncsolódott a felső teste, a kézigránát. Órákig nem tudtunk szólni egymáshoz. A szabadságharcos ilyen. Ezek a szabadságharcosok. Korvin közben, Soroksára, Tizoltó utcában, Szénatéren és többi helyen. A világ akkori legerősebb szárazföldi hadseregét szégyenítették meg. Mert a szovjetek féltek. Nagyon féltek. Nagyon. Ott voltam. Nem a világhálón értesültem róla. Nagyon féltek. A pesti srácok. Igen, a srácok, a 14. okozták a félelmüket. A Korvin közben 5 pongrác testvér harcolt, a 6. otthon maradt édesanyjánál. Srácok voltak. Egyetlen egy gépágyűk volt, egy második háborús gépágyú. Ami csak arra volt jó, hogy esetleg a szovjet páncélosnak a lánctalpát szétlövik vele. Ezen kívül volt puskájuk, második világháborús puska. Volt néhány kalusnyikov. Aztán semmi más. Illetve dehogy nem. Az üveg, tele benzinnel. Hiszen eszesen olyan helyen alakították ki az állást, Korvin közben, ahol ott volt a benzinkút. És tucatjával lőtték ki a szovjet páncélosokat, tucatjával. De nem csak Soroksáron, nem csak a Korvin közben, nem csak a Szénatéren, nem csak a Tűzoltó utcában, hanem másutt is. Egy busz megy egy szűk budapesti utcán, utasa nem igen volt, szovjet páncélosok követik, a busz hirtelen keresztbe áll, a szovjet páncélosok mielőtt át tudtak volna gázolni rajta, mert igyekeztek, már égtek.
mert az ablakokról kapták a Molotov koktélt. Ekkora vereséget a második háborúban a szovjet hadsereg, amikor a németekkel, mondjuk Székesfehérváron, a legnagyobb tankcsatát végezték, nem szenvedtek, mint Budapesten. Féltek. Akkor különösen megijedtek, amikor hírt kaptak arról, hogy átálltak hozzánk szovjet páncélosok. Akkor különösen megijedtek. Biztos vagyok benne, hogy amikor Nagy Imre tárgyalás kezd velük, hogy vonulnának ki, biztos vagyok benne, hogy először valóban gondolkoztak azon, hogy kivonulnak. Pusztán azért, mert nem akarták kockáztatni, hogy belülről bomoljon föl a szovjet hadsereg. Hiszen egy harcos, ha azonos haditechnikával szembe harcol, és ott szenved el vereséget, az nem bontja föl az ő harci kedvét, nem tünteti el. De a srácok győzték le őket. Srácok! 10 évesek! De ők a két háború között nevelődtek. Nem a villanypásztor előtt. Az iskolába és otthon is nevelődtünk. A tárgyalásuk eredményeképpen a szovjetek 3-án kivonult. Már 2-án elkezdték a kivonulást. Én, mint az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság egyik tagja, hát amíg a harcok folytak, addig néhány órát aludtam padon, vagy esetleg valamelyik széken. Ekkor nagyon fáradtam, álmosan, gyalog mentem Pestről Budára, át a Szabadsághídon. Somára mentem, mindenütt ünneplő emberekkel találkoztam. Ünnep volt, hatalmas ünnep ez a nap, hatalmas ünnep. Emberek hozták rendbe a leszakadt vezetékeket, takarították el a romokat, keresték meg a romok alatt lévő holtakat. Már akkor nyitva voltak az üzletek, ünnep volt. Mikor a Ménesi úti szállóra értem, beleájultam az ágyba, a fáradtság kijött rajtam. A csönd különösen előhozta a fáradtságomat, és reggel arra ébredtem, hogy mozog a föld. Mozgott. A szovjetek 30 kilométerre vonultak ki Budapesttől, és november 4-én megerősített páncélos csapatok minden irányból betörtek Budapestre. Mozgott a föld, és lőttek. Lőtt. Amerre láttak, lőttek. Akkor hangzott el Nagy Imre szózata, bekapcsoltam a rádiót. A kormány a helyén van. Csapataink harcba állnak. A kormány akkor már nem volt a helyén, amikor elhangzott a szózat. Néhány szabadságharcos egység, így a Tűzoltó utcaiek is, meg a Guggerhegyiek valóban még harcba álltak.
Aztán jött a véres megtollás. Páratlan és példátlan megtollás. A 48-49-es szabadsághoz leverése után Hajnaú 121 néhány embert ítélt halálra, okoztatott föl, illetve lövetett főbe. Másfél évig tartott ez a szabadsághoz. Nem egészen két hétig tartott a miénk. Kádárék 400 embert ítéltek halálra, lőttek főbe, illetve okoztottak föl. Ennél többet, ítélet nélkül, agyonvertek a börtönökbe, ott voltam. Hiszen 3 évet kaptam én is. És az internáló táborokban. És Biszku Béla, amikor elkezdődtek a tüntetések, a munkástanás szervezésében, Biszku Béla, aki még mindig élvezi a nyugdíját, kiemelt nyugdíját, elrendelte, hogy meg kell félemlíteni a tüntetőket. 64 sortűz a nyugati pályaudvarnak, Moson-Magyaróváron, Salgótarjánban. 64 sortűz. Fegyeltelen embereket lőttek halomra. Vertek agyon a pupajkásunk. A Horn Gyulák. Mondom, a Horn Gyulák. Ez a szabadságharc annak ellenére győzött. Győzött. A Rákóczi szabadságharcot is annak idején leverték. 8 évig szabad volt az ország. De a szatmári békében, a levert szabadságharc után Habsburgok kénytelenek voltak visszaállítani a történeti alkotmányunkba azokat az alaptevéseket, amelyeket belőle kivett. Mindent. Ötvehat győzött. Annak ellenére győzött, hogy a nemzet jelentős része. Azt is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben a nemzet java. Az kimenekült az országba. Menekülniük kell. Annak ellenére, hogy mindent elkövettek, hogy megfélemlítsék azok, akik éltek, akik nem voltak börtönben. Hiszen 1957-ben szétesett az internacionálé. Az internacionálé pedig a szovjetek 5. hadoszlopa volt, a kommunista pártoknak a szövetsége. A kommunista pártoknak az volt a szerepük, hogy előkészítsék a szovjet megszállást.
Először a francia és az olasz kommunista párt vált le, ez okozta az internacionális szétesését. Mind a francia, mind az olasz kommunista párt akkor olyan erős volt, hogy a következő választáson kormányt tudtak volna alakítani, azaz előkészítik a szovjet megszállást, mind a franciák, mind az olaszok megérdemelték volna. Kínaiak még egy darabig üvöltenek. Kádár, kevés a vér. Még legalább 10 000 embert meg kell ölnötök. És koporsó nélkül, összedrótozott kézzel, arccal lefele a földbe hányni. Aztán a kínaiak is leválnak. Megrepett a bolsevizmus. És ezt a repedést többet már nem lehetett befoltozni. Nem lehet. Szétesett. A döglehe még itt van. Még undort kelt és hányingert. Nem egy maroknyi nép. A maroknyi népnek a maroknyi 10 évese, az ő hitük, repisztette meg a bolsevizmust, amiről sokáig azt hitték a bolsevik hatalom alatt élő emberek, hogy arak életű lesz. Higgyék el nekem, hogy a sátáninak ez a másik formája, ez is itt fog megrepedni. Globalizmusnak neveztetik. Ugyanarról a tőről fakad. Hitlert ugyanazok pénzelték, mint Lenint. Ugyanazok. Egy a tő. Az egytőről fakadó iszonyatból az egyik mindörökre eltűnt. Mindörökre. A másik is el fog tűnni. Ugyanis a minőségnek nincs statisztikai érvény, csak a mennyiségnek. Hiába próbálják velünk elhitetni naponta, napon. Minden csatornán, hogy csak annak van érvénye, ami 50% plusz egy fő. Ócska hazugság. Semmire való ócska hazugság. Különben is ez a sátáni dönti el, hogy kinek van 50%-a, plusz még hozzá egy fő.
látszólag kíváncsi arra, hogy te kire szavazol. Valójában előre eldöntött játék, játékszere vagy ócska játékszere. Előre eldöntött játék. Hiszen a médiafüggőség óriás. Hiszen a sátáni nem lebecsülendő, okos. A bölcsességtől nagyon távol van. De okos. Tudja azt, hogy mi, mikor mit kell durusolni. És durusolja. És elhiteti veled, hogy szabad akaratod szerint döntöttél. Hogy utána csalódsz. Hát persze. Igen, itt fog megrepedni a globalizmus is. Itt. Ez az öreg ember, aki itt áll önökkel szembe, fáradtatatlan járja a Kárpátalzát. És amíg a Jóisten erőt ad neki, addig járni is fogja. És jó dolog tapasztalnom azt. Hogy meghasott az ég alja. Meghasott. A Kárpát-hazában, nem csak Székelyföldön, délvidéken is, Kárpátalján is, kicsit már felvidéken is, kezd hombozódni az ég alja. És nem kell hozzá 50% plusz egy fő. Csak egy kicsi szabadságharcos csapat. Csak szinte néhány ember, akinek a hite töretlen és teljes. Ilyenkor szokták mondani nekem, hogy Jóska bácsi, álmodozik, vagy álmodozol? Lehet. De ezeknek azt szoktam válaszolni, hogy 2000 évvel ezelőtt régen volt, de mint a most lett volna. Amikor Pünkösdöt ünnepeltek Jeruzsálemben zsidók, akkor már csak 13-an voltak Jézus hitiek. Hiszen a közénk születten Isten keresztre feszítése megrémisztette a tanítványokat. Apostolokat nem, de a tanítványokat igen. Jézus Máriát sem. Ezek a 12-en ott vannak bezárkózva Jeruzsálembe. Arimatéa József egyik szobájában. Kint tombol a tömeg. Ünnep. A mózesi törvényeket ünnepelik. A szemed szemér, fogad fogér, a gyűlölködés törvényeit ünnepelik.
apostolok nagyon félnek. Félelmünknek kettős töve adódik. Félelmük egyik töve az, hogy akik itt kint ünnepelnek, ők meg tudták ölni a közén született Istent, Jézust is. Ha ehhez erejük volt, akkor bármikor megölhetik őket is, külön-külön, meg együtt is. A félelmük másik tövét pedig az adta, hogy 10 nap előtt, amikor a Mester égbe távozott, rájuk lehelt, és kérte őket, hogy menjetek és tanítsatok minden népet. Amikor a Mester eltávozott, ők egyedül és együtt is alkalmatlanak tartották arra magukat, hogy kövessék a Mester példáját. Még köztük volt könnyű. De nélküle. Ez megfelelési kényszert vonzott, a megfelelési kényszer pedig a félelem alapja. Féltek, nagyon féltek. És akkor, mint a szél támadt volna, kinyíltak az ablakok, és az apostolok feje fölött megjelenik a kettős lángnyelv. Nem hármas, nem egy, hanem kettős. A Jóisten pontosan tudta azt, hogy kettős töve van a félelmüknek. A Szentlélek árad királyuk, ami fölött nincs hatalom. A Szentlélek a szeretet lángja, a teremtés megtartó isteni láng. Közülük a leggyávább, Péter. Fölállt és kinyitotta az ajtót. És prédikálni kezdett. Nem csak zsidók voltak ott, voltak ott görögök, káldeusok, arameusok ezen az ünnepen, és mindenki értette, hogy mit mond. Mindenki. Pedig nem volt szinkrontolmás. Miért mondtam azt, hogy Péter a leggyávább? Amikor a Mester először mondta nekik, hogy nem sokára én itt hagylak benneteket. Ahova én megyek, oda ti nem tudtak engem követni. Péter akkor azt mondta, hogy Uram, bárhova mész, én követlek téged, akár a halálba is. Mire a Mester azt mondta, hogy Péter, Péter, te azon az iszonyatos éjszakán, amikor engem megaláznak, az első kakasszóra 3-szor elárulsz engem. És úgy történt. Kétszer azt is mondta, azon az iszonyatos éjszakán, esküszöm, hogy semmi közöm a Názáretihez. Isten nem az Ószövetségből lehet megismerni. Aztán a többiek is fölállnak, és elindulnak a világ akkori legsötétebb birodalmába. A római birodalom. Nem volt mögöttük tőke. Ma naponta elhitetik,
mindannyiunkkal, hogy tőke nélkül nincs fejlődés. Naponta. Nem volt mögöttük hadsereg. Ma naponta elhitetik velünk, hogy hadsereg nélkül erős, hadsereg nélkül semmire nem mész. És még csak intézmény se volt mögöttük. Ma ezt is elhitetik velünk naponta, hogy a római típusú intézmények nélkül nem lenne társadalom, nem lenne élet. Elindultak, és történelmileg igen rövid idő alatt, elhanyagolható a rövid idő alatt, az akkori legsötétebb birodalom lakóságának a java jézusi keresztény lesz, nem judeokrisztianizmus, amit tesznek. Jézusi keresztény lesz. Annak ellenére, hogy a római császárok kedvenc foglalatossága, hogy a keresztényeket beterelik az arénába, és rájuk eresztik a vadállatokat, vagy a gladiátorokat. Ember, amit elhitetnek veled, hogy csak banknak, hadseregnek, római típusú intézménynek van hatalma, ócska hazugság. Hatalma a Szentléleknek. És azok a fiatalok, akikre én utalok, azok a fiatalok észrevették ezt a hatalmat. Élnek vele. Mindenkinek egy csöppet. Szabadságharcosnak kell lennie. A magyarnak született, akkor ez kötelező. Kötelező. Már az anyakönyvi kivonatba be kéne írni, hogy állampolgársága magyar. És utána rögtön, hogy szabadságharcos. Igen. És a szabadságharcot minden napon folytatni tudjuk. Fegyver nélkül is. Isten őriz, hogy most fegyvert adjanak az embereknek, hiszen egymást értanák ki. Hiszen a pártok azért vannak, hogy erre uszítsák őket. De szabadságharcot minden nap lehet folytatni. Például olyannal, hogy addig nyújtózkodol, amíg a takaró ér. Becsuknak a bankok, mi lesz velünk. Bár hónap becsuknának. Például azzal, amit Mohácson tapasztaltam. Előadás után három fiatal asszony ölelgetett, puszígatott engem. Jó esik az öreg csontnak. Kiderült, hogy miért. Kettőnek közülük a második gyereke otthon született. Egynek közülük a harmadik gyereke otthon született. És mind a három fiatalasszony tapasztalhatta, hogy mekkora különbség van a gyárba született, az idegenségbe, a ridegségbe. A mani birtokán fizetett gyerek és az otthon született gyerek között. Ez olyan egyszerű, és természetes. Meggyőzték az orvost, az egyik mohácsi orvost, hogy képezzen ki bábákat. És ezek a bábaasszonyok most ott Mohácson már hivatalosan segíthetnek az otthon szülő asszonynak. A kórházban az orvos levezeti a szülést.
A bábasszony nem vezette le a szülést, a bábasszony segített a szülőasszonynak. A kórházban a doktor úr, ha nem akar a vasárnap is túlórát végezni, akkor úgy vezeti le a szülést, hogy előtte nap megszülessen a gyerek, ha másképp nem császármetszéssel. Minden nap tud szabadságharcos lenni, minden nap. Minden nap. Na azért Jóska bácsi csókolgatták ezek a nagyon helyrevaló fiatal menyeskék, mert ott, Mohácson, ahol nem ennyien volt a kíváncsi előadásomra, körülbelül négyszer vagy ötszer ennyien, ott Mohácson tesznek arról, hogy havonta összejönnek, és megnézik legalább DVD-n az ember élet szentségéről való Jóska bácsi előadást. Ott nem magát mutogatja Jóska bácsi, arról szól, hogy fölmenők hogyan éltek. Arról. Igaz, hogy nincsen benne freudizmus semennyi. Nem korszerű, de időszerű. Tudsz szabadságharcos lenni. Tudsz. Tudsz. Kell. Kell. Bárándon, ahol majdnem velem korú, most már nyugalmazott óvónéni van, Bárándon az ő áldásos munkája, eredménye az, hogy öt tehén helyett már 300 tehén van újra Bárándon, már az udvarokon megjelentek a tyúkok, kocsák, nagyon szeretem a kocsahúst. Csak tudjanak róla, velek esetleg meghív vendégség. És sajátos módon a konyhakertet is elkezdték művelni. Tudsz szabadságharcos lenni, tudsz. Nem kell fölforgatni a világ. Ez a forradalom dolga. A szabadságharc énekes. Indulj el hazafele, aztán útközben annyi jó emberrel találkozol. Hát te is szomszéd a szár, persze. Hallottad, már megint becsukott az egyik pláza. De jó, igen. Én köszönöm, hogy meghallgattak engem. Meghallgatták Jóska bácsit. Jövök még ebben az esztendőben is, ez nem akar fenyegetés lenni. És annyira örömömre szolgálna, hogy két-három fiatal asszony ezt is megpuszígatna előadás után. Isten megáldja kigyelmeteket, adjon erő, egészséget, okos eszességet, ahogy a módvai csángók kívánnak jót a másiknak, és minden jóra menendőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen!